Környezetszennyezések Magyarországon, harmadik rész. A csernobili atomerőmű baleset óta az egyik legnagyobb környezeti katasztrófának is szokták nevezni a tiszai cianid szennyezést, ami éppen ma 21 éve történt. 2000. január 30-án átszakadt a nagybányai Aurul bányavállalat lepítő gátja, amiből 100.000 köbméternyi cianid és nehézfémtartalmú szennyvíz zúdult a Lákos folyóba, azon keresztül a Szamosba, majd a Tiszába. Az idegméregként is ismert, halálosan mérgező cianid koncentrációja a megengedett határérték 180-szorosát is elérte, ami így kíméletlenül meggyilkolta a folyók élővilágát és a partmenti ökoszisztémát is megmérgezte. Néhány hét alatt 1240 tonnányi halpetelmet szedtek össze, és azt azóta se tudták megbecsülni, hogy a meder mélyén mennyi maradhatott.